egészségmegőrzés, meg a mozgás, meg a szeretete az nyilvánvalóan megmaradt. Úgyhogy sokkal kevésbé a teljesítménykényszer, illetve a teljesítmény, az egyre jobb eredmények hajhászása a cél, hanem az, hogy jól érezzük magunkat, hogy mi mivel együtt legyünk. Ugye ilyenkor nekem az is nagyon fontos, hogy azt, amit ilyenkor időt ráfordítunk erre, azt együtt tudjuk tenni. Levegőn vagyunk, Szentendrén nagyon szeretünk a Dunaparton lenni, és akkor így azért egy ilyen jó összhang tud lenni kettőnk között is. Itt Szentendrén járunk egy Iron Mamis tornaórára. Egyébként ez egy funkcionális tréning, crossfit jellegű, és ott beszéltük meg az anyukákkal, hogy egy futóversenyen fogunk indulni, úgyhogy most a következő cél április 7-én panoráma futás 12 km. Én azért úgy gondolom, hogy a gödörásás az egyetlen olyan munkakör, amit fölülről lehet kezdeni, minden mást alulról, és az, hogy egy sportolóként mondjuk abban, amit csináltam, elértem így valamilyen szintre, semmit nem jelentett 2 héttel később már, vagyis tulajdonságokban, személyiségben nyilvánvalóan jelentett, de egyébként nem jelentett. Tehát külön minden egyes nap újra bizonyítanom kellett, és végül is ez azóta is így van, de hála Istennek azért azóta már egy pici tapasztalatom van a civil pályán is. És ahogy mondtad, ezt a munkát is alulról kellett kezdeni, mondom, sok kihívással, sok nehézséggel, lehet, hogy bizonyos könnyebséggel, azáltal, hogy a sportból érkeztél. Ez inkább előny, inkább hátrány, vagy teljesen más? Bizonyos oldalról előny, mert nyilvánvalóan ismerem ezt a közeget. Nem csak a műsort vezetem, hanem járunk forgatni is. És tudom azt, hogy mi az, milyen egy élsportolónak a lelki világa, hogy lehet tőle kérdezni, tehát sok mindenben azért ez előnyt jelent. Viszont sok értelemben meg azért egy elvárást is, aminek meg kell felelni. És én azért olyan szintű magabiztossággal bírok, hogy én fölkelek, és akkor hú, hanem nekem mindig kell teljesíteni ahhoz, hogy napról napra bizonyítsak magamnak és másoknak is. És egyébként ez, szerintem ez így működik.